Sok szeretettel köszöntelek a csatornámon ismét. Most a tápióka desszertet fogom megcsinálni. Ez mivel van egy gyönyörű málnám, és ezért gondoltam, hogy most csinálok egy tápióka desszertet. Egy kicsi tejszínt tettem bele, elvileg vízbe kellene, de nekem ugye vízbe annyira nem, és most növényi tejem nincsen, úgyhogy tejszínes vízbe fogom megfőzni. Teszek bele a vizet. Mert ugyebár ezt meg kell főzni. Így. Tegyük bele a steviát. Ezt jócskán. Robin, Léci, hagyd abba. Így. Addig van még fő. Háromszoros mennyiségű vízbe, tehát kettőszörös, tehát egyrész tápióka, egyrész víz áztatáshoz. És most már főzöm, és megint egy részt hozzáadtam. És még egy részt hozzá kell adnom. Tehát akkor három rész víz, és egy rész tápióka összesen. Ez egy ilyen keményítő anyag tulajdonképpen, tehát ide kell a víz. Akkor azt mondja, hogy már a negyedik résznél tartok. Tehát egy rész tápióka, négy rész idáig, és azt szeretem, hogyha nem túl kemény, tehát még kell bele víz. Tehát akkor ez már az ötödik rész. Egy elég gyorsan fővő valami. Úgyhogy kicsit lejjebb veszem a palángot. Akkor jó, amikor a rész idáig, és most már a hatodik rész jön. Így, és azt hiszem, hogy ezzel már meg is kapok egy olyan, tehát ez egy ilyen, tehát a legjobb növényi tejbe, de most nem akartam még külön növényi tejjel is húzni az időt. Tejet, normál tejet, ne legyen ilyen vízízű. Körülbelül 3-4 evőkanál tejszín is van benne. Igen. Tehát ideig 6 rész víznél tartok. Tápióka, 6 rész víz, és 2 deci tej. Na jó, tehát akkor most már megkaptam a, tehát megfőtt. Ilyen állagot kaptam. Gyere, mutatom. Egy ilyen pudingszerű.
valamit, és akkor átmegyünk oda, ahol majd el fogom készíteni. Nagyon finom málnával fogom összeállítani. Teszek még egy... Rakom bele egy nagyon pici fahéjat, illetve nem is fahéjat, hanem kardamomot. Nagyon pici kardamom. Aki a cukortól nem óvakodik, és sztevián használok nagy részt, vagy pedig tirfacukrot, tehát akkor ez kész van. Bátran mondhatjuk, hogy akkor a tápióka készen van. Oké, és akkor... Ezt forrón kell belerakni, ha teszek az aljára 3 darab málnát, így, szuper, és akkor pici merőkanállal, ebből a pudingból, így egyszerűen csak így rámerek. 2 merőkanállal, és akkor meg kell, tehát így megvárom, még kihűl, és akkor utána már fogyasztható is. Ütőbe nem szoktam berakni, de aki gyorsabban szeretné, természetesen tegye be a hűtőbe. És akkor megint teszek gyümit. Annyira gyönyörű ez a málna. Így. Ez valódi gluténmentes, finom kis desszert, és tényleg egyébként nagyon finom, én se gondoltam, mert már egy ideje megvettem, csak mondom, még mindig nem próbáltam ki, aztán a múlt héten csináltam, így is, de nem vettem videóra, és nagyon ízlett, és gondoltam, hogy de amit csináltam a múlt héten, azt majd fel fogom venni videóra, mert az másmilyen volt. Hogy ennek is a variációi számtalanok lehetnek. Így. Tehát elég sok van belőle, úgyhogy így. És akkor díszítésképpen teszek még a tetejére is. Így. Gyönyörű. Gyönyörű ez a málna. Így. És akkor ennyi lett volna a tápióka recept. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót. Jó egészséget kívánok, amennyiben tetszik a csatornám, akkor szíveskedjék feliratkozni, és lájkolni, hogy hozzá hasonló, ami a YouTube-on szokás. Nekem ez nagyon jól esik. Köszönöm a figyelmedet, jó egészséget, vigyázz magadra, szervusz!